Istántiszta muzsika hangjaiból épült Pünkösdi híd Soroksár és Budapest egyik ékessége, a Budai vár, azon belül pedig a fordulatos magyar történelem helyszínei között Nagybecsben tartott Mátyás templom között. A Danubia Gyöngye Művészeti Egyesület és Soroksár önkormányzata invitálta jótékonysági koncertre a közönséget, a fővédnökök között pedig ott volt Németh Szilárd és Répási Róbert, mindketten országgyűlési képviselők. A kedvezményezett az Országos Baleseti Központ volt. Piros Pünkös napján mindenek újulnak, a kertek, a mezők virágba borulnak. A Pünkösdi Rózsa kihajlott az útra, szedje fel a mennyasszony, kösse koszorúba. Engedjék meg, hogy Leo József Suárez bíboros szavaival köszöntsem én magam, engem Dunai Tamásnak hívnak önöket és az estét. Neki szegezték egyszer a kérdést, hogy miért a remény embere ön ebben az űrzavaros világban. Így válaszolt. Mert hiszem, Isten új arcot ölt minden reggel, és most teremti a világot. Nem valahol az elfelejtett múlt ködében. Ez késztet minden percben készen állni a nagy találkozásra. Mert a váratlan a gondviselés szabálya. Ez a kiszámíthatatlan Isten ment meg minket, és szabadít meg minden determinizmustól, kijátszva a szociológusok borulátó jóslatait. Ez a kiszámíthatatlan Isten szereti gyermekeit, az embereket. Ez reményem forrása. A remény embere vagyok, nem emberi érvek, nem természetes optimizmus táplálja bennem a reményt, hanem egyszerűen hiszem, hogy a Szentlélek működik az egyházban és a világban, akár tudunk róla, akár nem. A remény embere vagyok, mert hiszem, a Szentlélek mindörökké a Teremtő Szellem, aki minden reggel új szabadságot, örömöt és bizalmat hoz azoknak, akik befogadják. A remény embere vagyok, mert tudom, az egyház története hosszú, s tele a Szentlélek csodáival. Gondoljatok a prófétákra és a szentekre, akik döntő órákban a kegyelem csodálatos eszközei voltak. S fénycsóvát vetítettek elénk az útra, hiszek a Szentlélek meglepetéseiben. 23. János pápa is egy volt közülük. A zsinat is. Nem számítottunk se az egyikre, se a másikra. Miért merül neki éppen most Isten képzelő ereje és szeretete? Remélni kötelesség, és nem fényűzés. A remény nem álmodozás, ellenkezőleg eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk. Boldogok, akik álmodni mernek, és álmukért kemény pénzzel fizetnek, hogy testet öltsön az emberek életében. Tudjuk, hogy a lélek ott van egyházának szívében, de szeretném kitalálni, milyen jövő felé vezet. Jó, ha a jelek nyomán a jövőt kutatjuk. A virrasztó személynek próbálnia kell áthatolni az éjszakán. De a keresztény legalapvetőbb magatartása nem ebben áll. Olyan reményt táplál magában, amelynek semmi köze az emberi előjelzésekhez, valószínűség számításokhoz. Ez a remény teljes egészében a lélekbe vetett hit, aki elkíséri egyházát a jövendő útjön. A lélek azért virraszt az egyház szívében, hogy vezesse eszkatológikus vándorútján, mint valaha a tűzoszlop, amely Izrael népe előtt járt a pusztában nappal, és világító felhővé vált éjjel. Egyszerre folytonosság és újság, hagyomány és haladás, írta Leo József Suárez 1974 Pünkösdjén.
hadd köszönjem meg azt az óriási megtiszteltetést, hogy a Danubia Gyöngye Kórus, a Danubia Gyöngye Egyesület bennünket védnöknek kért föl erre a mai csodálatos eseményre, hiszen ma ünnepnap van, nem csak a pünkösdre gondolok, hanem a kórus életében, a Danubia Gyöngye Kórus életében is ünnepnap a mai. Bizonyára különleges élmény lehet Salzburg után a Mátyás templomban énekelni. Ahogy hallgattam a gyerekeket és hallgattam a kórust, akkor azt éreztem, hogy a legnagyobb kincs, amit ők birtokolnak, az emberi hang, az a képesség, hogy gyönyörű énekeket, gyönyörű kórusműveket tudnak előadni számunkra. És ez a kincs, ez az ajándék, amit kaptak, ez jó kezekbe kerül. Ezentúl azt éreztem, azon gondolkodtam, hogy ők egy olyan közösség, akiket összetart sok minden. Nem csak az, hogy együtt énekelnek, hanem nyilván Soroksár is összetartja őket. Az a szűkebb közösség, ahonnan jöttek. És hát számomra, aki nem vagyok soroksári, nagy megtiszteltetés, hogy ilyen élményben lehet részem. A ma esti koncert egy jótékonysági koncert, az Országos Baleseti Központ javára, és amikor ezt a ma esti jótékonysági koncertet az ő javukra, a munkájuk segítésére szervezték a kórus tagjai, akkor főleg itt ebben a gyönyörű templomban el kell azon gondolkodnunk, hogy az Országos Baleseti Központ munkatársai gyönyörű hivatásuk során nap mint nap találkoznak az élet és a halál kérdéseivel. Ők azok, akik nagyon sok oda kerülő akaratánál fogva, vagy akaratukon kívül oda kerülő emberek számára a támaszt jelentik. Ők azok a Országos Baleseti Központ dolgozói, orvosai és egészségügyi dolgozói, akik az élet mellett állnak és segítenek ezeknek a balesetet szenvedett embereknek, hogy ne kerüljenek át a másik oldalra. Országgyűlési képviselő urak, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves soroksáriak! Tisztelettel köszöntöm Önöket Soroksár önkormányzatának nevében. Várakozással telve ülünk itt Pünkösd ünnepének előestéjén. Pünkösd a vigasztaló lélek ünnepe. Jól ismerjük a történetet, a mesterük elvesztése miatt szomorkodó, bezárkozó tanítványok miképp nyertek erőt ahhoz,
hogy az együttérző szeretet üzenetét hirdessék. Szent ez a hely, amelyet őseink a mindenható dicsőségére építettek fel. Tették mindezt azért, hogy szívünk felemelkedhessék, hogy szívünk szabadabbá válhasson a félelmektől, és reménységgel teljen meg. Szent ez az esti szolgálat is, a hangverseny, amelyre összegyűltünk. Nem csak ez a történelmi templom és az ünnep előestéje teszi hozzá, hanem a cél is. Segíteni, sebeket gyógyítani. A gyermeksérültek kezeléséig komplex programokkal segítik immáron több évtizedet a betegek gyógyulását. Igazán mondhatom, hogy meghatott hangulatba kerültünk ettől a csodálatos produkciótól, és igazából nagyon szépen köszönöm az összes művésznek, a Művészegyesületnek és mindenkinek azt a tényleg felejthetetlen élményt, amelyikkel bennünket pünkösd előestéjén ilyen varázslatos hangulatba hoztak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy adakozások, illetve jótékonyságok céljául a mi intézményünket jelölték meg, vagy szemelték ki. Igazából azt mondhatom, hogy dolgozunk minden nap, 0-tól 24 óráig, tudásunk legjavát adva, de nagyon nagy öröm számunkra, hogyha ezt a dolgot esetleg mások is észreveszik. Engedjék meg, hogy Bódás János püspök Imádság a Szentlélekért című versének néhány sorával búcsúzzak Önöktől, és kívánjak áldott pünkösdi ünnepeket kedves mindannyiunknak és szeretteiknek. Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lángjaival, isteni erő van te nálad, tégy vele most nagy, szép csodákat. Thank you.